Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban a következőkben utazni fogunk, ebbe biztos vagyok. Már csak azért is, mert a műsor vendége Dávid Péterné, ha ez így nem mondott sokat, akkor engedjék meg, hogy lánykori nevén mutassam be, Grósz Pálmát, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Azt hiszem, hogy a név sokat elárul, de azért elmondjuk, hogy idegenvezető, utazásszervező és tanár is. Talán az idegenvezető és az utazásszervező az ismertebb, a tanár az kevésbé. Mit tanítasz és hol? Turizmus tanítok, és ezen belül pedig mindegyik területe, tehát vendéglátás, szálloda, illetve hát az utazásszervezésnek a csinyát, binyát, az Első István szakgimnáziumban, ami most ugye újra visszaállt technikusi képzésre. Azt ígértem, hogy azzal fogjuk kezdeni, hogy megkérdezem, hogy fehérvári vagy? Törzsgyökeres. És kötődsz a városhoz. Nagyon kötődöm, tehát, hogy innen elindulni valahova és ide visszaérkezni, ez olyan megnyugtató. Ez az otthonom, ez a helyszín, és sokfele jártam már a világban, de valahogy mindig ez maradt meg a gyökér. Éltél máshol is? Igen. Tanultam Németországban, úgyhogy ott laktam akkor, aztán Cipruson dolgoztam 2 évet, úgyhogy ott is éltem, és hát ezen kívül pedig hát időnként nagyon hosszú időket töltöttem el külföldön, és emiatt így a világ számos pontját sikerült bejárnom. Ismered a honvágy érzését ennyi utazás mellett? Gyerekkoromban volt honvágyam, mert az első utazásaim egyike is egy szanatóriumhoz kötődik, és amikor így kisgyerekként elszakad az ember a családi kötelékből, akkor az úgy nagyon rossz érzés, és arra emlékszem, hogy sokat sírtam, úgyhogy távolra kerültem, és hogy nem találkozhattam a családtagokkal. Hány éves voltál 8. akkor? Teljesen érthető, és hosszú ideig. Igen. Egy betegség miatt gondolom. Hát asztmás vagyok, és igazából voltak erre régebben jobban lehetőségek, hogy ugye Magyarország területén nincsen tengerpart, és ennek a betegségnek az egyik legjobb gyógymódja, hogyha valaki hosszú időt tölt el tengerparti környezetben, és most itt nem a fürdés miatt elsősorban, hanem a levegő miatt, a légzőkúra miatt. És amikor én gyerek voltam, akkor ez egy szervezett program volt, és minden nyáron vittek gyerekeket. Én például az akkori NDK-ban voltam többször is, de hát ezek másfél hónapos időszakok voltak azért, hogy ennek eredménye is legyen. Most mondanám azt, hogy akkor ezért vagy ennyit tengerparton, tehát azóta munkád is lesz, és gondolom, hogy nem feltétlen emiatt kötöttél ki az utazás mellett és az idegenvezetés mellett. Hol kezdted az iskolákat? Hát szerintem én előző életemben delfin voltam, úgyhogy minden a tengerhez való kötődésem, és hát én vallom azt, hogy a legjobb iskola az a családi iskola, hiszen én már második generációs vagyok az utazási irodánkban, és anyukám az, aki szerintem olyan 3-4 éves lehettem, amikortól kezdve vitt magával így a csoportkísérések mellett. Hát ezek akkor még akár itt a városi programokhoz kötöttek, aztán ahogy lehetőség nyílt rá, környező országokba, tengerpartokra, de vitt magával már gyerekként. Úgyhogy valahol szerintem ez itt indult el. Tehát ez azt jelenti, hogy más nem is foglalkoztatott soha, már gyerekkorodban arra készültél, hogy ez lesz az életed, a pályád. Én arra készültem, hogy ez biztos, hogy nem lesz, mert hogy túl sokat utazott és keveset volt a családjával. Én orvosnak készültem nagyon sokáig. Hol veszett ez el? Ezt úgy nehéz megmondani. Középiskolában nagyon erős volt nálam már a sportnak a szeretete, és valahol a kettőt már nem tudtam annyira összeegyeztetni, hogy annyit tanulni, és egyébként a sportban is helytállni, és aztán ez egy kicsit így háttérbe szorult, és akkor indult el a Fehérváron itt ugye a főiskolai képzés. És megjöttek a talán harmadikasok lehettünk gimnáziumban, és akkor megjöttek a főiskoláról néhányan, hogy bemutassák a lehetőségeket, és akkor itt van egy ilyen szak, hogy turizmus, és ez úgy kicsit úgy megütötte a fülemet, hogy hát akkor itt maradni a városban, és itt tovább tanulni, mert az addig nem merült fel egyáltalán, és aztán ez annyira erős lett ez az elképzelés, hogy végül is így kezdtem. Visszatérünk erre az útra, de a sportra rákérdeznék, mit sportoltál? Kézilabdáztam. És versenyzőként? Tehát élsportban? Igen, itt a köfémben, tehát annak idején, amikor még
hát az is most már jó régen volt, mikor megnyertük az NB1B-s bajnokságot, akkor én a csapatnak a tagja voltam, és aztán utána még pár éven keresztül kézilabdáztam, igen. Azért ez már nagyon sokszínű emberre utal. Egy kicsit visszatérve még a gyerekkori utazásokra, hogy fogadták az osztálytársak? Voltak kuti beszámolóid? Tehát gyakoroltad elmondani, hogy mit láttál? Abban az időszakban ez nagyon-nagyon ritkaság volt. Tehát még azt gondolom, hogy még így az országon belül, mondjuk a Balatonnál távolabbra elutazni is ritkaság volt. Az, hogy tengerpartra jártunk, valamilyen szinten próbáltam egy kicsit inkább erről kevesebbet beszélni, mert azért ez olyan messziről jött ember azt mond, amit akar kategória. Másik oldalról nézve pedig elsősorban ilyen, hogy földrajzi ismeretekben nekem annyira életszerű volt, amikor tanultunk azokról a helyszínekről, ahol már jártam így gyerekként, és aztán ahogy a gimnázium alatt egyre többet tanultam, mellette meg egyre többet utaztam. Ez a kettő pedig így egymásra épült, ez így azért könnyített nekem nagyon-nagyon sokat. Most, ha egy gyerek a tengerpartra megy, akkor a tengerre gondol, a delfinekre gondol, a hajókra gondol, a strandra, a felfújt labdára és egyebekre, de te egy idegenvezető édesanyával voltál, úgyhogy gondolom mindjárt jött a kultúra és a történelem is? Igen, ez a kettő mindig együtt. Valahol, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, azt úgy nem tudom, de hogy a történelemnek a szeretete, az nekem nagyon-nagyon kiskorban már megmaradt. Lehet, hogy a városunknak a szellemisége az, ami ezt magával hozza. Családban ugye a nagymamám, aki nagyon sokáig velünk volt, és ő is itt született a városban, és nagyon sokat mesélt a városról, a múltjáról, hogy éltek az emberek, a két világháború között, hogy éltek az emberek, hogy ez engem mindig érdekelt, és aztán, ahogy nekem is tágult a világképem, egyre több ismeretet igyekeztem magamba szívni, és amikor elmentünk egy-egy kirándulásra, és én itt most beszélnék egyébként belföldről is, vagy eljutottam távolabbi pontokra, és mondjuk így néz ki egy amfiteátrum, és akkor azt én nem a rajzokból ismertem meg, hanem a valóságból, ez tény, hogy ez engem megragadott, és anyukám is már úgy építette fel a programokat, hogy ez nem arról szólt, hogy egy héten keresztül mondjuk az annak idején a jugoszláv tengerparton akkor csak napozunk, meg fürdünk, hanem megismertük a környéket, és igen, és mentem vele mindig, és igazából engem mindig is érdekelt. Persze a 28. templom az már nem, de aztán azt is megértettem, hogy azokat miért nézzük meg. Nos, tehát a Kodolányi János főiskolán kezdted el a tanulmányaidat, de ha jól tudom, nem ott fejezted be. Igen, az első két évben ide jártam, és válogatott jó tanáraink voltak, tényleg én azt gondolom, és azt mondom a mai napig is, hogy a legjobbaktól sikerült tanulni. Számos olyan oktató volt akkor itt az intézményben, akik éppen, hogy hazajöttek külföldről, hosszú idő után jöttek haza, és hoztak magukkal egy más szemléletet, egy más látásmódot. Ez marketingben, ország építésben, imázsban azért nagyon-nagyon különböző volt, és engem ez így megfogott, és akkor ugye egy ilyen kicsit ilyen problématikus időszak volt, és a tanári gárdánk ugye elment a városból, és Veszprémben kötöttünk ki, úgyhogy a Veszprémi Egyetemen fejeztem be a tanulmányaimat. Nekem nagyon fontosak voltak azok az oktatók, és az ő látásmódjuk, meg az ő tőlük kapott tudás, hogy ez így lesz kerek, hogyha velük fejezem be a tanulmányaimat. És utána mindjárt ezen a területen kezdtél el dolgozni? Maradtál a szakmában? Már mellette. Tehát én már gimnázium alatt elkezdtem idegenvezetőként dolgozni, ez jól jött egy kis zseppénznek, és aztán ugye erre lehetőségem volt a későbbiekben is. Tehát amikor anyu úgy szervezett egy utat ide, egy utat oda, több csoport jött össze, és akkor felkért, hogy akkor vigyem el őket. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy budapesti városnézést én tartottam meg, vagy ide érkeztek diákok más városból, akkor megmutattam Fehérvárt, aztán néha idegen nyelven is mindezt, de inkább a kiutaztatás volt mindig porondon, és akkor elérkezett az idő, hogy én 19 évesen Bécsbe vittem már csoportot. És aztán szépen egyre távolabbra sikerült eljutni, és ez valahol engem mindig is érdekelt, de hobbi volt. Tehát mellette jártam az egyetemre, mellette én a szállodaszakot választottam, én nagyon szerettem a szállodában dolgozni, különböző területeken, és amikor szabadságom volt, akkor a szabadságom az igazából ahhoz volt alakítva, hogy jaj, hát most akkor van egy görögországi csoport, és akkor azt vigyem el, és akkor abban az időszakban én a főmunkahelyemről szabadságom voltam, és közben pedig idegenvezetőként meg a hobbimnak éltem. Hogy készül fel egy idegenvezető egy-egy városból?
Tehát van ilyen idegenvezetői kézikönyv Bécsbe, hogyha viszel egy csoportot, akkor ezt előveszed és átlapozod, és... Hát az elmúlt 28 év alatt nagyon sokat változott a készülésnek a lehetősége. Rengeteg helyszínen helyi kollégáktól tanultam sokat, ahol lehet egyébként ma is igyekszem, főleg ugye, hogy ott, ahol magyar nyelvű vagy magyarul beszélő kollega él, akkor megkérni az ő segítségét, mert az ő látásmódja, meg az ő ismerete a helyszínről, vagy az éppen aktuális tudása, az mindig szerintem a legjobb, amit ő át tud adni, úgyhogy ez a most így az utazásszervezés időszakában is ez be van építve a programba. Én a helyi kollégáktól rengeteget tanultam. Tehát, hogy ezek úgy megmaradtak bennem, és igazából nekem a középiskola alatt is az volt a nagy előnyöm, hogy úgy tanultam, hogy megpróbáltam az órán figyelni, amennyire lehetett, és ezt megjegyezni. Aztán utána a könyvet elővenni már nem mindig volt annyi időm, és inkább abból próbáltam élni, amit megjegyeztem. És aztán ez a későbbi tanulásnál is így volt, hogy amit láttam, amit így verbálisan így előadtak nekem, az sokkal, de sokkal maradandóbb lett, és aztán ebből építkeztem. Ma már rengeteg lehetőség van utána járni, de ugyanúgy fölveszem a kapcsolatot a külföldi kollégákkal, kérek tőlük tanácsot, segítséget. Levéltári anyagok vannak már elérhetően, ugye az internet az nagyon-nagyon megnyitotta a tudásnak a tárházát, tehát rengeteget olvasok. Tehát én azt mondom egyébként, hogy lehet, hogy nagyképűen hangzik, de szerintem a 21. századra úgy a polihisztorok úgy már úgy kihaltak. De valahol mégiscsak a 21. század polihisztorai az idegenvezetők, akiknek aztán annyi mindenhez kell érteni. Valaki el is várja, valaki elfogadja, valaki úgy készen veszi, hogy tényleg, ha kell, akkor éppen egy operációnál segítkezünk, ha kell, akkor tolmácsolunk, ha kell, akkor éppen a régészeti ismereteinket adjuk át. Nagyon-nagyon színes és sokrétű a tudás, amit be fel kell magunkat fegyverezni. Már fel is hoztad azt a témát, ami nagyon érdekelne, mert nyilván egy-egy épületről, amit tudni kell, vagy egy utcáról, vagy egy parkról, ezt meg lehet tanulni, el lehet sajátítani. Viszont tényleg, mint a csapat anyukája, úgy viselkedtek olyankor, és azért például egy idegenvezetőnek kell tudni, ha valami jogi eset történik, vagy kialakul a csoport valamelyik tagjával, vagy valami után kell járni, vagy diplomáciai probléma és helyzet. Tehát ezeket lehet tanulni, vagy egyszerűen csak azért, mert érzed, hogy probléma van, amit nekem kell megoldani, akkor megtudom. Hát az évek alatt azért nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Mindig vannak esetek, és ezekből az esetekből a következtetések levonása után jobbat lehet a következő alkalommal kihozni. Továbbképzéseket szoktam tartani az idegenvezetőimnek, és ott előhozakodunk azokkal az esetekkel, ami az elmúlt 12 hónapban történtek. És ezek pontosan arra jók, hogy másnak segítséget nyújtsunk. Ha egyszer már megtörtént valami, megtörténhet máskor is, csak mondjuk, hogy sokkal gyorsabb elintézési módját úgy lehet megtalálni, ha erről tudunk, úgyhogy segítjük egymást. Aztán szintén az internetvilága, meg a közösségi hálóknak a rendszere, hogy van olyan háló, ahol mondjuk 4-5 ezer idegenvezető ott van egyszerre, és akkor az ember föltesz gyorsan egy kérdést, és pillanatokon belül jön a segítőkész válasz, hogy lehet megoldani egy helyzetet. Tudom, a legnehezebb ilyenkor gyorsan visszagondolni egy sztorira, de mondjuk eszedbe jut a legextrémebb helyzet, amit meg kellett oldani egy úton? Hát azért több volt. Több volt. Tehát a rossz emlékek között olyan van, hogy életmentés. Tehát amikor valaki azért, mert a környezetünktől egy szokatlan környezetbe kerül, és itt most nem kell messzire menni, csak egyszerűen az, hogy egy magas hegyi területen vagyunk hosszabb, húzamosabb ideig, például Fehérvár 100 méterrel van a tengerszintje fölött, és elmegyünk 1000 méterre mondjuk több napig lakni, akinek magas a vérnyomása, aki cukros, akinek különböző szervi problémái vannak, lehet, hogy először észre se veszi, hogy ez problémát okoz, és nekem volt egy olyan esetem, amikor egy idősebb házaspár ott a hegyen is futott minden reggel, és aztán egy reggelnél olyan rosszul lett a feleség, hogy szó szerint életmentő beavatkozást kellett végrehajtani, míg ki nem érkezett az orvos meg a mentő. Tehát, hogy vannak ilyen extrém esetek. A másik, még így visszatérve az előzőre, hogy igenis és figyelünk az utasainkra, és akár 20-an vannak, akár 50-en vannak, valahogy így ilyen radar szemeink vannak, hogy mindenki meg legyen. És ha valaki nincs, akkor ő hol van, hol lehet megtalálni, és van, amikor 5 éves van a csoportban, van, amikor 90 éves, és hogy mindenkinél már az, amire oda kell, hogy figyeljünk, úgyhogy így nagyon-nagyon szerte ágazó, amivel nekünk foglalkozni kell. És aztán volt olyan eset, amikor
távoli földrészen például valaki olyan szándékkal utazott, hogy rokonának a sírját keresse meg. És akkor támaszkodik rám, hogy én, mint helyismerettel rendelkező, majd ő neki mennyit segítek. Csak amikor egy nagyvárosban mondjuk 8 millióan élnek, és amikor egy távolság A-ból B-be mondjuk 3 órát vesz igénybe, akkor ő már nem biztos, hogy a csoporttal fog tudni tartani, és akkor mégis valahogy egyeztetni, hogy a program se sérüljön neki se annyira, de ezt a látogatást is meg tudja tenni. Szóval számos olyan esemény van így a múltból, ami... És hát rengeteg pozitív, tehát amikor sikerült megoldani, volt, akinél lánykérést segítettünk elő, a születésnapok megünneplése azok rendszeresek, aztán házasságkötésre is került sor külföldön, és olyan meglepetésszerű volt, hát végül is a csapat volt a nászné, ugye a rokonság nem tudott jönni, úgyhogy nagyon-nagyon sok emlék van. Hány nyelven boldogulsz? Hát elsősorban magyarul. Szerintem a magyar az világnyelv, tehát bármerre utazom a világba, tényleg a legkülönbözőbb pontokon találkozom olyanokkal, aki beszél magyarul. Aztán hát német és az angol, ez a kettő erős, és aztán én tanultam oroszul, úgyhogy itt a szláv nyelvek világában nagyon nagy előny, hogy tudok olvasni oroszul például, és hogy is hát a cirill betűket el tudom olvasni, néha ez a sofőröknek a navigációjában tud segítkezni, aztán valamennyire meg tudom értetni magamat, aztán nagyon-nagyon kevés görög az, ami rám ragadt, illetve a spanyol, tehát az, ami igazából vonz. Lehet, hogy a jövőben ez lesz még, amit még szeretnék fejleszteni. Vannak ilyen számaid, hogy hány utazáson vettél részt, illetve hány országban jártál? Nem tartom nyilván egyiket se. Nagyon sok tényleg. Tehát nekem, mivel a munkám a hobbim, ezért én a magán szabadidőmben is nagyon sokat utazom. Most már családdal együtt fedezzük fel a világot, inkább hát a gyerekekkel Magyarországot, de ezt nem tartom számon. Az utazásokra visszatérünk majd, már a jelenlegi helyzet miatt is, hiszen gyakran találkozunk, és látom, hogy mennyire élvezett, hogy újakat és újakat találj ki a legnehezebb helyzetbe, és úgyhogy erre visszatérünk. Beszélnünk el egy kicsit arról, hogy mennyire követed az ökoszemléletet, hogy mennyire fontos ez neked, és mennyire fontos ez a családodban is. Ez egy nagyon érdekes dolog, ezt is a főiskoláról hoztam még, hogy volt egy nagyon lelkes tanárunk, aki elkezdett foglalkozni avval, hogy, és ez 93-4 időszaka, hogy hát az öko világ az el fog majd jönni, hát miről beszélő, hát fogalmunk sincs, amikor még szemetesek voltak az utcák, amikor még ez természetes volt, hogy valaki eldobja a szemetet. És aztán ugye én már hoztam magammal Németországból egy olyan szemléletet korábbról, hogy ott már szelektíve válogatták a szemetet. Ez könnyű megtanulni, tehát ehhez hozzá lehet szokni gyerekkorban, és ezt úgy könnyű megtanulni, és ez úgy kezdett nálam így összeállni. És aztán ő emlegette, hogy nagyon fontos a környezetünknek a megtartása, nagyon fontos, hogy azokat a terményeket fogyasszuk, ami a környezetünkben van, tehát hogy szállítással ne járjon mindez, mert ebből is megpróbáljuk a földünket egy kicsit könnyebben elviselhetővé tenni. Ezek nagyon régi dolgok, de valahol én úgy érzem, hogy sokaknál ez most kezd el leülepedni, és most kezd így a világban terjedni. És aztán én hát így a 90-es évek elején ismerkedtem meg ugye Rudolf Steinernek a nevével, és maga ebből a biodinamikus gazdálkodással, és hogy az emberek mennyit tehetnek azért, hogy a környezetük jobb legyen, szebb legyen, akár ellássák magukat. Úgyhogy ez a világ nekem nagyon megtetszett, és itt a főiskolán indult el az első ilyen ökoturisztikai szakirány, és ők voltak aztán azok, ahova én egy nagyon picit csöppentem be a Balaton turisztikai ilyen, tulajdonképpen ilyen fakultáción vettem részt, és akkor még nem létezett a Balaton Felvidéki Nemzeti Park. Azt kezdtük el előkészíteni, és nagyon érdekes volt akkor járni például egy Salföldön, vagy akkor járni egy olyan tapolcai tavasbarlangban, ami nem volt nyitva a látogatók előtt. És akkor ugye újra rendezték a területet, látogatói központot hoztak létre, és ma már ezekre a helyszínekre viszem az embereket túrázni olyan környezetbe. Most például a hétvégén megyünk majd a Kis-Tiszatavi Ökocentrumba, amiről nagyon kevesen hallottak, ahol a madárvonulást tudjuk most például megfigyelni, vagy például hogy egy tiszalöki vízi erőmű után hogyan tudott ott rehabilitálódni a környezet, és hogy ez milyen fontos, hogy erre odafigyeljünk. Elég nagy népszerűségnek örvend ma már a turizmuson belül is.
Azt most is, amikor a stúdióba érkeztél, láthattam, hogy zöld rendszámos autót vezetsz. Otthon mennyire tudod az ökó szemléletet megvalósítani? Én azt gondolom, hogy az utánzás a legjobb, és hogy nálunk ugye szelektív hulladékgyűjtés van, a gyerekek ebbe születtek bele, nekik ez természetes, hogy az újságot hova teszik, hogy a műanyagpalackot hova teszik, hogy feleslegesen nem dobunk ki semmit, hogy mi az, ami esetleg ugye ilyen komposztálható, és aztán az újra hasznosul. Az ételekben ugyanez, hogy én egy olyan fajta konyhát vezetek, hogy megpróbálunk mindent újra hasznosítani, tehát hogy egy teljesen máshogy néz ki másnap az az étel alap, amit előző nap eléjük raktam. Úgyhogy ezt valahol ők is már így veszik át. Ez egyébként nem nehéz. Tehát, hogy ez inkább szerintem egy szemlélet kérdése, hogy ehhez ki hogyan szokott hozzá. Szerintem alapvető dolog, hogy ahol nem vagyunk, nem ég a villany, nem folyik a csap, elzárjuk magunk után. Tehát ők is, ha hazajönnek, az az első, hogy le a cipőt, mert nem visszük be a szennyeződést a lakásba. Ezáltal takarítani is kevésbé kell egyébként. És rögtön kezet mosunk, és aztán ugye benti ruházatba öltözködünk. Nálunk a háztetőn fönn vannak már a napkollektorok, úgyhogy nálunk már az elektromos áram az már így érkezik, úgyhogy az autó is így kerül feltöltésre. Én fontosnak tartom, hogy csökkentsük így a károsanyag kibocsátást a városunkban. Térjünk vissza az utazásra, hiszen mégiscsak ez az életed, és mi is, hogyha találkozunk, erről beszélgetünk a legtöbbet, és ahogy az imént említettem, mindig, amikor mesélsz arról, hogy mit találtál ki, érzem, hogy te ezt a retteltesen élvezed, és nagyon, nagyon jól is csinálod végül is, de például ez hogy jut eszedbe, amikor azt mondod, hogy na jó, most akkor most francia. Tehát hogy lehet azt kitalálni, mert egy francia éttermet Budapesten bizonyára lehet találni. Na de hogy aztán belekeverni a francia zenét, a francia kultúrát, és mindent összeszedni egy napban, ez iszonyatos munka lehet, és rengeteg kapcsolat kell hozzá. Ilyenkor szoktam a saját tapasztalataimra építeni. Tehát például én 96-ban jártam először Párizsban, és aztán onnantól kezdve rendszeresen vittem csoportokat, és nagyon megszerettem azt a milliót, azt a kultúrát. Nagyon fantasztikus szinten művelik egyébként, és itt akkor beszélhetnénk a zenéről, az öltözködésről, az étkezésekről, maguk az épületek, ahogy kinéznek, ahogy ezeket elrendezik. És azon gondolkodtam itt az elmúlt években, hogy bizony vannak emberek, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy messzire utazzanak. Tehát van, aki például a fotelből utazik távoli tájakra, megnéz egy filmet, hallgat egy-egy utazási anyagot, és hogy őket is minél jobban tudjuk szolgálni, ezért gondoltam azt, hogy például itt belföldön is felkeresni azokat a helyeket, amik kötődnek ehhez. És akkor így elindul egy kis gondolatvilág, hogy mi az, ami ott engem megragadott például? Mi az, ami különbözik a magyaroknak akár az ízlésétől, vagy a mindennapjaitól? És akkor így kezdődött, hogy akkor kerestem hozzá a kapcsolódási pontokat, és ilyenkor jön elő az, hogy igen, az ismerettségi kör, ki mit tud. Ugye az egyik kolléganőm ő éveket töltött franciák között, és aztán ő hozta maga ötleteit, hogy lenne érdemes felépíteni, hogy a francia sanzonok mennyire népszerűek, és akkor, amikor a busszal elindulunk, akkor például az utasok menet közben hallhassanak francia zenét, tehát hogy egy ilyen program így épül fel. És szerencsére vannak mások is, akik ebbe a világban nagyon jól érzik magukat, és ide mentettek, vagy itt alakítottak ki Magyarországon egy kis francia ékszerdobozt, és ezeket a helyeket kellett felkutatni, felkeresni. Ez egyébként néha több év áll, mire egy ilyen egynapos program összeáll, hogy az úgy működjön, ahogy annak működnie kell. Aztán, ahogy a programok lebonyolódnak, akkor néha egy picit változtatunk rajta, aztán van, ami nem olyan jól sikerül az utazóközönség felé, akkor azért változtatunk rajta, és aztán van olyan, amelyik pedig úgy alakul ki, hogy úgy jó, ahogy van, és éveken keresztül változtatás nélkül tudjuk az utazóközönségnek ezt szolgáltatni. Szívesen hallgatnálak még, de sajnos műsoridőnk hamarosan lejár, viszont szeretném a portrébeszélgetések hagyományát megtartani, és a végén megkérdezni, hogy van olyan ország, ami még ott van a bakancslistádon, és még nem sikerült elérni? Nekem Indonézia, és egyik egyetemi tanáromnak volt egy nagyon kedves úti területe, és oda nagyon szeretnék eljutni, még csak a jövő zenéje, és hát Dél-Amerikában még van egy-két így fehér fold, de már csak kicsi területek, ahova visszavágyom inkább.
sikerüljön. Ezt kívánom neked, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a műsorban Grósz Pálma volt a vendégünk. Köszönöm szépen az önök figyelmét. Viszontlátásra!